Üdvözlöm Önöket a Budapesti Operett Színházból. A Teátrum társalgó mai témája a mennyasszonytánc. Nézzen mélyen a szemembe, maga még most is fittebb, mint egy siede. Volt, ami volt, a fél életünk elszelelt, de ez a tánc most vetekszik a régivel. A múlt sok gyönyörű reménység, csak szépen még, mely néha napján itt kísért. Számított rám egy jó pajtásra, legyen úgy, csak meg ne bánja, hát jöjjön és öleljen át, most nem! Amikor ez az előadás született, akkor már a Budapesti Operett Színház külön az operett csapat hatalmas sikereket ért el, és külön a musical csapatnak volt egy nagy a Rómeóval beteljesült karrierje, és ez volt az első olyan előadás, amelyben kísérletet tettünk arra, hogy összeeresszük a két csapatot. Természetesen előfordult, hogy egy-egy ember játszott, operettes kolléga játszott műzikelekbe és fordítva, de ez egy olyan pillanata volt a színháznak, amikor úgy éreztük, hogy megérett a csapat arra, hogy összekovácsolódjunk. Igen, hogy milyen igaza van Ágónak, hogy tényleg 2001-ben szerződtünk mi ide a színházba együtt, és az első szerepünk a Muzsika hangja Máriája volt, és utána kicsit szétváltak az útjaink, ugye? Ágota a musical vonalon maradt, én pedig az operett vonalon indultam el inkább, és 2006-ban volt ennek a bemutatója, akkor játszottunk újra egy szerepet, és két oldalról, én már kicsit két oldalról közelítettünk a dologhoz. Nagyon nagy élmény volt. Nagyon sok olyan emlékem van a darab kapcsán, ami meghatározza szerintem mind a munkásságomat, vagy mindazt, ahova eljutottam, vagy ahol vagyok, vagy amit elérhettem az életben. Soha nem volt olyan részem, hogy egy ősbemutatón egy zeneszerzővel éjszakánként telefonon egyeztessek arról, hogy milyen legyen a hang, hány verszakos legyen, milyen legyen, és ez nekem egy olyan fajta erőt és egy olyan fajta dolgot adott, ami azt gondolom, hogy azóta is bennem van. Nekem a mennyasszonytánc ugyanúgy, mint mindannyiunknak, ahogy hallottam az előttem szóló kollégáknak, egy féltve őrzött kincse, egy gyereke. És én egy picit talán helyzetelőnyben voltam, mert ugye a regény az Indigotto regény alapján íródott, a Torockói mennyasszony alapján íródott a Mi mennyasszony táncunk, és ezt otthon játszották Erdélyben, vagy meg ugye film is készült róla. Kiírták a szereposztást, és akkor kiderült, hogy szó sincs Herskovicskról, hanem én a Jonát kaptam meg. És hát mondom, ez sokkal jobb, egészebb, az egy sokkal inkább így koromba hozzámillik, és mentem be az olvasó próbára, ahol fogadott Béres Attila, és mondta, hogy Johnny, neked nem szól senki. Mondom, miért, mi a baj? Azt mondja, hát nem vagy benne. Nem vagy benne, de ha akarod, akkor gyere be azon. És mondtam Attilának, hogy hát nem, akkor köszönöm szépen, akkor inkább nem, akkor jó. De majd jó, megnézem a bemutatót, mert akkor már nagyon sértett voltam. Hogy de ez hogy azért csak megbántottál. Kicsit, igen. Azért mondtam, hogy akkor majd jó, megnézem a de bemutatót. De sok megfordult, és elmentél. Igen. És akkor elmentem a bemutatót megnézni, és minden sértettségem ellenére azt mondtam, hogy basszus, de jó lett volna benne lenni, mert ez egy igazán nagyon jó előadás. Úgyhogy nagyon-nagyon irigy voltam. És aztán Mikó Pista játszott. Igen, akkor, igen, igen, Mikó Pista játszott a remekül. És aztán, Meris Gábor, bocsánat. És Meris, akkor még nem talán. Vagy igen, már akkor Meris, közel. Meris Gábor volt. Nem vele láttam. És akkor mit ad Isten azért így ebben az új formában aztán mégis csak így megtalált a szerep, és most már bele is de még mindig nem vagy bácsi, hát még bácsi nem vagyok, de most már sokkal jobban el tudom játszani. Mert tudok most már úgy csinálni, mint a bácsi lennék. Nem hittem, hogy még így nézel rám. Nem tudom, hogy miért, hisz még most is fáj. Nyomorultá tett a gyávaság. Gyűlöltelek én, mégis
is vágytam rád. Árkombokron át jöttem, hogy megbocsáss. Nem bánthatnak már, ha mellém állsz. Bármi is legyen, sorsod az enyém, más nem számít. Van, akiben higgy, van, akiben bíz, most is mindig. Öröm és bánat, bármi jön társam, vagy mindig is, mindenben. Ez volt az első olyan szerepe ebbe a színházba, ami nem beugrás volt, vagy beállás, hanem egy erős bemutatóban való közreműködés. Nagyon jó volt a próba folyamat, nagyon izgalmas volt, nagyon jó zene volt, nagyon jó az egész darab. Jók voltak a kollégák, nagyon szerettük, szóval olyan izgalmas, olyan, hát és ugye azóta ugye én még játszottam a régiekkel, akik hát a két másik hölgy volt, a Mednyánszki Ágika meg a Kovács Zsuzsi. Igen. És Felföldi Ancsa, aki és még hát aztán a Felföldi Ancsika, és igen. Aki még meg távozott. A Miklós Tibi is, aki ugye írta a szöveget. Mindig is mondtuk neki, Tibi, hogy lehet ilyen sűrű szöveget mondani, nem tudjuk ebbe a luttalpasba. De aztán megtanultak, aztán ő elment, és nem tudja, hogy már milyen jól megy nekünk. Sőt, nézd már, átveszem a szót. Mikor most mi elmentünk szeptemberben, a Mennyasszony Tánc elment Izraelbe egy turnéra, ott még megtanultunk 8 sort héberül, képzeld el. Ó, ti is voltatok Izraelbe? Mert ti már újbeállóként kerültetek a produkcióba. Igen, én pont kismama voltam, amikor a színház bemutatta ezt a darabot, és sokkal később kerültem Blumné szerepébe, és voltunk is Izraelbe, és ez a Huko Elf, ez egy életre beége. Nem, már nem. Illetve ha akar, nem tudnám, de nem tudom. És nagyon jó volt, egyrészt, mert ez egy nagyon valamiért legendássá nemesült ez az előadás. Ez még eljutott a babaszobáig is, a híre. És az, hogy ezt az előadást kivétel nélkül mindenki szerette. Én láttam ezt a darabot, mikor még szó se volt semmiféle beállása, hiszen az édes drága Mennyánszki Ágika még csinálta. És azt gondoltam, hogy a legjobbak közül való, amit valaha láttam zenés színház. Így gondoltam, és a mai napig így gondolom, és amikor sor került arra, hogy be kellett állni, akkor a borzasztó fájdalom mellett, mert azért ez egy nem könnyű dolog, de azt éreztem, hogy nem is hiszem el. Én meg a Zsuzsi mellé kerültem, vagy mögé kerültem, Kovács Zsuzsi mellé, és nekem a Zsuzsi mindig nagyon fontos volt a pályámon, mert mi nagyon sok szerepet játszottunk kettőzve is, tehát nagyon sok operettet, a Viktóriától kezdve a Lili Bárónőig, nagyon sokat rendezett engem, és már régebben is volt egy ilyen, hogy előttem az utódom, itt volt az Operett Színházban egy ilyen műsor, és nekem nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon szerettem őt, és nagyon örülök, hogy az ő szerepét játszom. Molnár Piroska és Felföldi Anikó játszták előttem, és milyen érdekes az élet, hogy mind a ketten darabokban már voltak az anyáim, hogy ez mekkora lehetőség volt nekem egy szerepkörváltásra, és nem esett rosszul, tehát nem fájt, hogy most olyan szerepet kell játszani, mint a saját anyám. Ráadásul Anikóval egyszerre próbáltuk be a felújítást, és hát borzasztó érzés volt, hogy már nincs kivel megbeszélni, a szerep nyújtotta lehetőségeket, ötleteket. Ráadásul nekem Anikóval elég speciális viszonyom volt, mert ilyen kvázi pót anyám volt ő, és Körmendi Vili is hosszú éveken, sőt inkább évtizedeken keresztül. És nagyon-nagyon fájt, hogy már csak az én vállamon maradt már ez a dolog. De az élet ilyen, és a színház ilyen, hogy egy másik fantasztikus művésznővel játsszuk most kettőzve ezt a szerepet, Janza Katóval, akivel most így válvetve próbálunk a nagy elődöknek a nyomdokaiban lépkedni.
Herskovicsból sosem lesz egy Rothschild, másrészt mégis valaki. Jó szív, hisz befogadta Rózsit. Jó szív, az is valami. Én se vagyok Sába királynője, másrészt kár is tagadni. Ármin ma is megvész értem, majd felfal a két szemével, s bármilyen nebik, de még.